23 érintett szervezet van a városi sportcsarnokban, ebből 16-nak van bérleti szerződése. A kosárlabda sportklub Szekszárd nem rendelkezik 2022. szeptembere óta érvényes szerződéssel. A bérleti szerződések alapján 12-en havi, 3-an óradíjat fizetnek. Az UFC és a Szekszári Sportközpont Nonprofit Kft. Szakosztályai nem fizetnek bérleti díjat. Egyszerűen nem értem ezt a dolgot. Több hónapja már megegyeztünk, és a város három bizottsága összevont együttes ülésen döntött arról, hogy a KSC-nek a teremhasználatot természeti juttatásként adjuk 2023 évre. Erről a döntést nem szavazta meg a közgyűlés, és azóta folyamatosan egy, mondjam azt, hogy üldözése van a KSC-nek, ami elől kitérnek, különféle magyarázatok vannak, mindenféle jogászkodásra hivatkoznak, de valójában a lényeg az, hogy a KSC-től 2023-ra, 2024-re terembérleti díjat szeretnének kérni akkor, amikor más egyesületek szakosztály nem fizetnek. A TAR KSC Szekszárd utánpótlás szakosztály fizet bérleti díjat, de a felnőtt csapatért nem szerettek volna, ahogyan ez korábban is volt. Egységes Fidesz vezetéssel ez a helyzet nem fordulhatott volna elő, tette hozzá Máté Péter. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúság Bizottság elnöke elmondta, körülbelül egy hónapja egyeztetéseket kezdtek a kosárlabda klubbal, hogy érdekeiket közelítsék. Szomorúan olvastam, hogy megjelent a KSC Szekszárdnak egy közleménye, aminek a tartalma nagyon gyászos jövőt jósol ennek a sportágnak. Január 4-én alpolgármester úr beterjesztésében vitattunk meg egy határozatot, illetve hoztunk határozatot, amely arról szólt, hogy a törvényeknek megfelelően ez a államháztartási törvény, ami mindenkire vonatkozik, ennek szellemében a mögöttem látható sportcsarnok ügyvezető igazgatója és minden sportegyesület, szakosztály, szervezet kössön szerződést a sportcsarnok használatára. Ez született meg, semmi más, és el kell mondanom a igazság kedvéért, hogy a általam nagyon szeretett KSC neve még csak szóba se került. Kérdésünkre a TAR KSC ügyvezető igazgatója Szabó Gergő nem tartotta időszerűnek nyilatkozatát szerkesztőségünknek. A jelenleg folyamatban lévő ügyről a továbbiakban is tájékoztatjuk kedves nézőinket.